Hadd emeljem ki a projekt jelentőségét, és talán köszönjem meg itt a város itt dolgozó munkatársainak, a résztvevőknek és a város lakosságának is, hiszen ilyenkor látszik az, hogy egy kórház milyen komplex intézmény. Nem csak gyógyítás, amiről mindjárt azért lesz még szó, hanem munkahelyteremtés, hiszen ugye amúgy is azt hiszem, igen sokan dolgoznak itt a városból, de jól tudom, jó pár új kollega, gyógytornász kapott itt most munkát, akiknek a munkáik reméljük az önök és a betegek gyógyulásában megnyilvánul. A polgármester a sajtótájékoztatón egy érdekes mondatot mondott, hogy azt mondta, hogy egy diófát ültettünk itt el. Ezelőtt egy 5-6 hónappal is próbáltunk magasabb párhuzamot találni az itteni munkához. Albert Schweitzer nevét emlegettük akkor, nem véletlenül, mert éppen tavaly volt 100 éve annak, hogy ő megnyitotta a Lambarénéi kórházát. És hadd vegyek elő egy másik, elnézést kérek, evangélikus párhuzamot. Luther Mártontól, amikor azt hiszem egy kemény helyzetben megkérdezték, akkor azt válaszolta, hogy ha a világ vége közeledne, akkor az első dolgom az lenne, hogy elültetnék egy diófát. Én azt hittem, hogy polgármester úr erre gondolt, de ő tulajdonképpen nyilván nem véletlenül arra gondolt, hogy egy ilyen lassan növő fa, de ugyanakkor igen gazdag és sokáig termő fa ültetése történt itt, amivel én azt gondolom, hogy azt létrehozók egyszer s mindenkorra beírták magukat, talán a magasságos könyvbe is, de beírták magukat a városi történelembe, történetbe, és azt reméljük, hogy beírták magukat az így gyógyuló betegek és családjaik emlékezetébe is. Ezt az élményt kívánom mindannyiuknak a beruházás kapcsán. Köszönöm szépen. Miniszteri biztos úr említette már a gondolatomat, miszerint aki diófát ültet, az az unokáinak teremt valamit. Mi is ezt tesszük itt ma. Hiszen diófát ültetünk, mert magunkra is gondolunk, gyermekeinkre is gondolunk, unokáinkra is gondolunk. Ez az épület, amit mellettem van, ez pedig otthont fog adni a szívbetegségekben küszködők számára, akik rehabilitációt, ápolást tudnak itt kapni, és ami legfontosabb, a mozgásszervi rehabilitáltak számára. Valamennyi idős klub, ahol voltam az elmúlt időszakban, mindenütt mondták, hogy olyan rossz, hogy Egerbe kell járni kezelésre, vagy éppen Budapestre kell járni kezelésre. Jelzem önöknek, innentől kezdve itt helyben meg tudjuk ezt kapni. Tisztelt miniszteri biztos úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt főigazgató helyettes úr, lelkész asszony, lelkész úr, kanonok úr, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a térség országgyűlési képviselőit, polgármesterjeit, önkormányzati képviselőit, intézményvezetőit, valamennyi megjelent kedves vendégünket, a rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-Magyarországi régióban elnevezési projekt Albert Schweitzer kórházat érintő záró rendezvényén. Őszintén köszönöm, hogy ennyien osztoznak örömünkben. Ez is bizonyítja, hogy a térségnek, 60 városának mennyit jelent ez az intézmény. Engedjék meg, hogy hivatalosan is bemutassam a projektet. A kardiológiai rehabilitáció 88 négyzetméteren, a pulmonológiai és légzés rehabilitáció 242 négyzetméteren, valamint a mozgásszervi rehabilitációs fejlesztés 676 négyzetméteren valósult meg. Az épületben kialakításra került az uszadatér, a masszás helységek, a korszerű fizikoterápiás helység, valamint a tangentor kezelés feltételei is megvalósultak. A mozgásszervi rehabilitációt segítve kiváló struktúrájú tornatermek kerültek kialakításra. Jelen projekt keretében, ahogy azt már polgármester úr is elmondta, hosszú évek óta áldatlan körülmények között működő tüdőbeteg gondozó és járóbeteg szakellátás felújításra és beköltöztetésre került a szakrendelő intézet második emeletére. A projekt ezer részéhez kapcsolódóan egy digitális röntgenkészülék beszerzése is megtörtént. Ezáltal a járó és a fekvőbeteg szakellátás, valamint a rehabilitációs szakellátások itt egy központi helyen váltak elérhetővé a lakosság a térség számára.